Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 14-ére. Mint ahogy a képen látható, kell a nyugalom, a belső egyensúly, a visszahúzódás, vagy meditálhatsz valami felett, hiszen megvannak az elképzelések, megvannak a célok és az álmok. Az a fontos, hogy gondolkodj el azon, hogy tudnád ezt megvalósítani. De a mai napon légy inkább visszahúzódó, meditálj ezek felett a dolgok felett. Az is lehet, hogy lesznek emlékek a múltból, sőt, előfordulhat, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. Jupiter bolygó visszatekintő, Szaturnusz bolygó visszatekintő, Uránusz bolygó visszatekintő, Neptun bolygó visszatekintő, és ez azt jelenti számunkra, hogy tekintsünk vissza a múltba. Bizonyára le kell zárni bizonyos kapcsolatokat vagy témákat, de ezek lehetnek szép, kellemes emlékek is. Ami fontos most a mai napon, sőt a következő napokban is, a biztonság érzete. Hogy meglegyen ez a biztos talaj a lábad alatt. Ez lehet egy stabil munkahely, a jó anyagi körülmények, hiszen erre is szükséged van, hogy javuljon a helyzet az anyagiakat illetően, vagy fontos a biztos párkapcsolat, hogy megbízhass benne. A mai napon a Föld eleme uralkodik. Az indiai asztrológia szerint a Föld elemében van a Hold, a Nap, Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó, Szaturnusz bolygó, és ez jelenti a biztonságot. Persze ennek lehet hátránya is, amikor fogva akarsz tartani valamit, mert úgy érzed, ez adja a biztonság érzetét, pedig el kellene engedni. A víz elemében van Jupiter bolygó. A levegő elemében és a tűz elemében jelenleg nincs bolygó, ha én a személyes bolygókat tekintem Szaturnusz bolygóig. Tehát Uránusz, Neptun és Plutó bolygót kihagyom ebből, hiszen annak más a jelentése. Ami még fontos, nem ezen a napon, hanem úgy 14-től, hogy legyen egy új irány, ami téged lelkesít, vagy legyenek magas célok, ötletek, tervek. Lehet, hogy valaki befolyásol téged ebben, de ha ez egy jó ötlet, akkor fogadd el. Legyen egy új irány. Ez azért van így, mert a következő napokban hat Orion. Orion az az égi vadász a csillagképekben, és Orion tekinti az irányt, mégpedig a sarki csillagot, és ez arra utal, hogy lesz egy új kezdet, egy kiút, új lehetőségek. A napokban kinyílnak az égi kapuk, ez azt jelenti, hogy összefüggésben áll a plejádokkal, különösen a központi nappal, Alkionéval. Én Alkionét mindig Holle anyóval szoktam összehasonlítani, aki segít nekünk. Megvan ez a finom energiamező, ez a kapcsolat, ez az égi kapcsolat, és itt vannak lehetőségek, van segítség, ha hiszünk ebben.
kell a hitünket is erősíteni. És akkor itt lesznek a napokban változások, kapcsolatok, több mozgás, beszélgetések. Tulajdonképpen az égi kapuk nyílása visszavezethető a maja kalendáriumra. Ebben a naptárban van 20 hullám, ezek rezgések. Egy hullám mindig 13 napig tart, és minden nap felett más energia uralkodik. De ez úgy visszatér majd ebben a naptárban. Erről beszámolok a Facebook oldalamon. Ott naponta olvashatjátok, hogy melyik hullámban vagyunk, hogy hat ez ki ránk, melyik nap ebben a hullámban, mit jelent ez a nap, és mi uralkodik a nap felett. 14-én kán energia van, ami lefordítva magvat vagy hálózatot jelent. Ez a hálózat lehet egy internet kapcsolat, és a mag jelentheti azt, hogy elültettünk most valamit, ami jelent egy új kezdetet, legyünk kicsit türelmesek, mert ez növekedni fog, itt gyümölcsözik valami, kivirágzik valami, tehát 14-e egy alkalmas nap egy új kezdetre. És most mutatok egy képet, mert ehhez is szeretnék valamit közölni. Ajurvéda az jelenti az életnek a bölcsességét. Én úgy mondanám, mint egy életművészet, ahol sokat tudunk tanulni. Ebben az ajurvédában van három irány, ami jelenti az energiai mezőt. Mivel a mai napon, ha én megtekintem a napi horoszkópot, az indiai számítás szerint a Föld elemében van a Nap, a Hold, Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó, Szaturnusz bolygó, és a víz elemében van Jupiter bolygó, a mai napon kafa energia van. Ez a kafa energia jelenti a biztonság érzetét. Azt is, hogy legyünk visszahúzódóak, legyen meg a belső egyensúly, a belső nyugalom, mint ahogy ezen a képen ez tükröződik is. Az a fontos, hogy kimutassuk az érzelmeinket, vagy elfogadjuk mások érzelmeit, különösen, ha a szeretetről van szó, vagy szerelemről van szó, ennek is van egy szép, megnyugtató hatása. Kell a biztonság érzete minden területen, az anyagiakat illetően is, kell a hit, kell a bizalom, a szeretet. Én még ezt az isteni energiát is ide fűzném, és ha így érzed magad, és megvan a belső nyugalom, akkor előnyös számodra ez a mai energia, ez a kafa energia. Viszont ha olyan helyzetben vagy, hogy nincs mozgás, nem mennek előre az események, nem történik semmi, minden olyan unalmasnak tűnik, ő visszahúzódó, vársz egy hírre, vagy egy szerződésre, és nem jön, és nem jön, akkor ez a kafa energia nem tesz jót számodra, hiszen ez erősíti még ezt a helyzetet. Akkor kell az egyensúly, és az egyensúlyt a vata dósa adja, a vata energia, ami utal a mozgásra. Ez a vata energia jelenti a tért és a levegő elemét. Akkor mozdulj ki, keress kapcsolatokat, sétálj egy kicsit, és
legyen meg ez a mozgás, ez a testi mozgás is, mert ez segít abban, hogy meglegyen újra a belső egyensúly. És a napokban, amikor a hold áttér majd az ikrek jegyébe, akkor érezhető lesz majd a levegő eleme, lesz újra mozgás, lesznek cselekvések. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!